Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás gyertya mágiával. A piros színű gyertya az jól passzol a szeretethez, a szerelemhez, tehát megvan itt most ez a szerelmi energia. A videó végén majd átküldöm. Persze ez a szerelmi energia már most is érezhető. Itt látható a vidámság. Ez lehet egy kreatív tevékenység, egy művészi terület, vagy egy meghívás, egy ünnepség, és itt látható egy kellemes meglepetés. Tehát valami jó dolog fog történni nálad a közeljövőben. Itt ez a lelkész esküszik valamire. Tehát, ha valaki beszél veled, akkor megbízhatsz benne. Amit ez a kártya itt még jelent, ezek lehetnek vallási témák, egy házasság, egy eljegyzés, ami a munkát illeti. Ez lehet egy előnyös szerződés is, egy jó ajánlat, és itt ez az ünnepség, ez a vidámság. De azért légy óvatos, vagy a lelki társad legyen óvatos, hiszen itt az ellenség útban van. Én úgy gondolom, hogy itt erről a férfiről van szó. És valaki tervezi azt, hogy ártson neki. Lehet, hogy itt a ti párkapcsolatotokról van szó, és nem akarja azt, hogy közeledjetek egymáshoz. Vagy ha itt egy szerződésről van szó, akkor ez az ellenség meg akarja ezt akadályozni. Itt vannak a gondolatok, tehát ez a férfi töpreng ezen, tervez valamit. A kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és itt ez az alak, ez lehet egy nő is. Ez a gondolat arra is utalhat, hogy ő gondolkozzon el azon, hogy ki akar ártani neki. Mivel itt látható a szolgáló lány, ez lehet a munkahelyet illetően, különösen, az ő munkahelyét. Az ő munkahelyét illeti ez az ellenség, ez a kihívás, ez a ravasság. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, előtted megjelennek a csillagok, ami szerencsét hoz, utalhat egy spirituális területre is, vagy a csillagok azt is jelenthetik, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Legyen meg ez a hit. És itt a virágcsokor jelenti a szépségedet, a nőiességedet, egy kreatív tevékenységet, vagy azt is, hogy te szeretnél valamit megszépíteni a környezetedben. A lelki társad itt látható. Persze, ez a kártya utal a férfiakra. És nála lesz itt egy változás, egy szerencsés fordulat, hiszen itt látható ez a négy levelű lóhere, ami utal április hónapra is, hogy akkor lesznek majd nagyobb változások. Itt a horgony jelent egy stabil párkapcsolatot, hiszen ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni, le tud gyökerezni. A horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is, és mivel itt látható a változás, lehet, hogy vannak nála ilyen tervek, hogy legyen munkahelyi változás, ami április hónapban lehetséges. Egy ajánlat lesz, egy szerződés, vagy egy új kezdet. És itt ez a lelkész már most esküszik erre, hogy itt lesznek előnyös szerződések. A párkapcsolatot illetően itt lesz köztetek ez a közeledés,
sőt, lehet egy eljegyzés, egy házasság tervezése is. És most átküldöm a szerelmi energiát, csukd be a szemed, helyezd magad kényelembe, te is gyújthatsz meg egy gyertyát, és képzeld el, hogy mit, hogyan szeretnél átélni az életedben, és erősítsd a belső hitedet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!